Baumhorn Lipót a századforduló egyik legkiválóbb és legtöbbet foglalkoztatott zsinagóga építője volt. 1903-ban készült el főműve a Szegedi Új Zsinagóga, de építészetének számos világi emléke is megtalálható a városban. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár földszinti kiállítótermében megtekinthető kiállítás az építész szegedi munkásságát mutatja be a könyvtár dokumentumainak tükrében. 160 éve született Baumhorn Lipót, az ő szegedi munkásságát dolgozza fel a Somogyi Könyvtár új kiállítása. Azért gondoljuk, hogy mindenképpen fontos az ő szegedi épületeinek egy képes összeállításban a bemutatása, mert a századforduló idején közel 10 épületben megjelenik a városképben Baumhorn Lipót kezenyoma is. Ezek az épületek nem biztos, hogy akár a szegedieknek is egyértelmű, hogy hozzá köthetőek, ezért szeretnénk ezt egy kicsit ráirányítani a figyelmet arra, hogy mely épületekről is van szó, és ezeknek a történetéről, az építetők, családoknak a történetéről és az épület szépségeiről is igyekszünk fölvillantani egy-egy lényeges momentumot. Baumhorn Lipótot elsősorban a századforduló egyik legfoglalkoztatottabb és legsikeresebb zsinagógaépítőjeként tartják számon, és kevésbé ismert az, hogy Szegeden és több más vidéki városban is nagyon jelentős volt a világi épületeinek a megjelenése. Nagyon sokat tervezett, nagyon termékeny volt az ő pályája, és a szegedi épületek közül is nagyjából 1902-3 és 1913 között, tehát egy 10 éves időszakban 9 önálló épület, 2 átalakítás és egy meg nem valósult palotának a tervéről is esik szó a kiállításban, az érdeklődők ebben is el tudnak egy kicsit mélyülni. A dokumentumokat úgy válogattuk össze, hogy ezekben a Somogyi Könyvtár kordokumentumai és kötetei megjelenjenek. Ezeket egészítik ki korabeli képeslapok, újságcikkek, amik jól dokumentálják ezeknek az épületeknek megépülését, és nagyon sok olyan újdonság is van ezekben az épületekben, ami abban a korban nagyon újszerű, meglepő volt, vagy még nem volt egy szokványos dolog. Utalnék itt például az Új Wagner Palota esetében kértek először magánházra lift építési vagy lift létesítésére engedélyt. Ekkor már az emeletek száma ugye megnövekedett, tehát 3 emeletes bérpalotákról van szó, és ez egy korszakos jelentőségű dolog volt, hogy ez a technikai vívmány, ez megjelenik most már Szegeden a magánházakban is. Hogyha a pálya elejére, a szegedi munkásság elejére visszatekintünk, akkor mindenképpen ki kell emelni az új zsinagóga jelentőségét, hiszen az építész munkásságában ezt tekintik a főműnek. 1903-ban készült el az új zsinagóga, és ennek a tárlóink első részében azért erről kiemelten találnak dokumentumokat az érdeklődők, akár a felszentelés szövegét elolvashatják, illetve a pályamunkát, az első díjat nyert pályaművet is, rajzát is megtekinthetik, amit az építész erre a pályázati kiírásra benyújtott, és amivel megnyerte ezt a tervpályázatot. Ezzel a zsinagóga építéssel és az itt eltöltött évek alatt nyilván ez egy olyan mérvű munka volt, ami elindított egy folyamatot, és többen keresték újabb és újabb megrendelésekkel. Ezek közül vannak magánszemélyek is, akik a szecesszióra és a századforduló időszakára nagyon jellemző bérpalota építésre kérték föl. Ez a
az ő stílusában szecessziós jegyekkel jelenik meg, és bár ez sokkal visszafogottabb ez a díszítés, inkább a geometrikus szecesszióhoz áll közelebb, de nagyon jellegzetes, szép motivumokkal díszített házakról van szó. Ezt érdemes egy városi séta során személyesen is felfedezni, ehhez is látnak majd olyan képeket, ábrázolásokat, kiemeléseket, ami talán arra indítja el az érdeklődők figyelmét, hogy kimenjenek a városba, és akár fölkeressék ezeket az épületeket, személyesen megnézzék, vagy akár lehet, hogy abban az épületben intézzük a hivatali ügyeinket, vagy olyan is volt már, hogy mesélték, hogy ő ott lakott, de soha nem tudta, hogy ennek az építésznek, a ilyen híres építésznek az épületében él. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes egy ilyen szemmel végignézni, aki Szeged történetéről, építészeti örökségéről szeretne többet tudni. Nagyon híres banképülete a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, a mai OTP, a helyi OTP-nek a főépülete, ami szintén egy nagyon központi helyen a Széchenyi tér és a Takaréktár utca sarkán, és vele szemben a másik sarkon pedig a vasalóház, amit szegediek egyszerűen vasalóháznak a formájáról így nevezünk, ami a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár bérpalotájaként épült. Úgyhogy ez az időszak így a századforduló idején, az első világháborúig bezárólag, ez a szecessziónak egy nagy korszaka, és bár nagyon más irányt képvisel a stíluson belül, mint Magyar Ede, aki szintén egy meghatározója a szegedi városképnek, emellé oda igyekszünk tenni azt a szeletet is, amit Baumhor Lipót építészete képvisel a város életében. Az egyik tárló összeállítása az utolsónak megvalósult, valamint a meg nem valósult épületek tervrajzait tartalmazza. A megvalósult épületek közül talán kevesen tudják, hogy a Dugonics térre néző hatalmas saroképület, a Forbát ház, Forbát Leó bérpalotája is Baumhor Lipót tervei alapján készült. Ez a három emeletes bérpalota, ez 1911-ben kapja meg az engedélyt, és ennek a tervét, a homlozati tervét is ki tudtuk a levéltár jóvoltából állítani, és ennek az épületnek is nagyon aprólékos, részletekbe menő tervrajzát össze lehet hasonlítani a megvalósult épülettel. Szinte minden díszítő elem föllelhető az eredeti tervrajzon, ami aztán rá is került az épületre. Ez nagyon látványos így, hogy hogyan alakítja a homlokzatot, hogyan kerekíti le a formákat, kicsit a historizáló szecesszió felé hajlik a terv. Nagyon sok olyan díszítést látunk, ami akár egy barokk épületen is megjelenhetne, hiszen ő ötvözte a szecessziós elemeket, a lechneri örökséget, a geometrikus szecessziónak az elemeit, tehát hogy egy historikus szecessziós épületet látunk itt. Amit szerettem volna még kiemelni, és ezt egy kapurajzban meg is tettük, hogy nagyon fontos a szecessziónak az összművészeti jelleg, ami azt jelenti, hogy akár a legapróbb részletekig a vasmunkák, az üvegablakok, a belső interjőrberendezés minden ebben a stílusban készült el, vagy akár a mozaikok, a tapéták, a csillárok és az iparművészeti berendezési tárgyak. És szerettük volna kiemelni a szegedi vasművesség nagyon magas színvonalú alkotóit, diszkovácsokat, akiknek a munkái díszítik, kiegészítik ezeknek a neves építészeknek az alkotásait. Így ennek az épületnek a kapuja is egy külön szépség, nagyon sok díszítéssel, nagyon sok elemmel, a geometrikus mintáktól a mágubó motívumig nagyon sok minden felfedezhető rajta.
Ami mellette következik a tárlóban, az két épületnek az említése, egyik a régi zsinagóga, a másik pedig a kasvigadó. Mind a kettőnél az átalakítási munkálatok terveit készítette Baumhor Lipót. A kasvigadó 1915 őszén bezárt, és 1916-ban nyitották újra, mint szállót, és ezeknek a mint szálló már több szobával és kibővülve várta a látogatóit, és ennek a kapcsán egy újságcikket is elhelyeztünk a tárlóban, amiben leírja, hogy hogyan is nézett ki ez az átalakítás utáni épületbelső, és akár a Lloyd társulat klubhelyisége, akár a téli kert kialakítása, ami ugye korabeli szófordulatokkal nagyon érdekes ezt olvasni, hogy pompás téli kerttel és választékos ízléssel, nyugati pompával berendezett belső tereket látunk. Tehát ebben is el lehet mélyülni, aki hozzánk ellátogat és megtekinti ezt a kiállítást. Emellett egy meg nem valósult épület tervét is egy építészeti szaklapból kiemelve bemutatjuk, ez pedig a zenepalota terve, amire 1910-ben küldte be a pályaművét, de ez a pályázati terv ez nem valósult meg, úgyhogy csak tervként, rajzként, homlozati rajzként tekinthetjük meg Baumhor Lipót zeneház tervét. A kiállítás július 25-től augusztus 27-ig tekinthető meg a Somogyi Könyvtár földszinti kiállítóterében.